Önök a Szentes Televízió keddi híradóját látják 2024. április 9-én 19 órakor. Köszöntöm Önöket! Főbb híreink röviden. Második alkalommal hirdette meg Pálinka készítő képzését a Varta János Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola. Önkéntesek töltik újra az Enni adok ételdoboz Szentesen, köztük a 19 éves Ádám is. A Bolondok Grófja című mesejátékot vitte színpadra a Békés Csabai Jókai Színház társulata a gyermekbérletes előadás sorozat részeként. Az elmúlt napok tartósan meleg és csapadékmentes időjárása miatt április 9-től tűzgyújtási tilalom lép életbe Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben, így Hajdú-Bihar vármegyével együtt már 4-re emelkedett a tilalommal érintett térségek száma, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH azt írta, a napos és nyári jellegű tavaszi időjárás kiszárította a könnyű holt biomasszát az erdőkben, valamint az erdőkkel szomszédos területeken. Az alföldi tala is kiszáradt, az erdőtársulásokban a lehullott nyárfa virágzat szintén növeli a tűzterjedés sebességét. A felszíni tüzek például akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. A következő napokban pedig nem várható olyan mennyiségű csapadék, amely csökkenteni a tűzkockázatot. A fokozott veszélyt figyelembe véve a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével fokozottan tűzveszélyes időszakot rendel el Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben. Emellett továbbra is fenntartja a tűzgyújtási tilalmat Hajdú-Bihar vármegyében. Az alföldi ASC Barta János Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola a második alkalommal hirdette meg Pálinka készítő tanfolyamát. A második alkalomra összesen 20 diák jelentkezett, akik a pálinka készítés fortéjait sajátítják el elméleti és gyakorlati szinten egyaránt a Saroktanya Mezőgazdasági Tudáscentrumban. Második alkalommal hirdette meg a pálinka készítő képzését az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Barta János Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola. A képzésre 20 tanuló jelentkezett, a résztvevők a Csongrád-Bokros összekötő úton található Saroktanya Mezőgazdasági Tudáscentrumban kapnak elméleti és gyakorlati oktatást is egyben. Erről tájékoztatta híradónkat Vári László, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum kancellárja. Pálinka készítő tanfolyamon vagyunk, ahol 20 tanuló jelentkezett, második alkalommal került megrendezésre. A Csongrád-Bokros összekötő út kanyarban, a Saroktanyában vagyunk, ahol elméleti és gyakorlati képzést fognak a hallgatók abszolválni. A tanulóknak Vári László kancellár is tartott előadást, aki elsősorban a pálinka készítés fizikáját mutatta be az előadása alatt. Én elsősorban a pálinka készítésnek a fizikájáról beszélek, hogy hogyan kell desztillálni, frakcionált desztillációt végezni, és itt milyen szempontokra kell figyelni, milyen eszközök vannak, és az anyagoknak a tulajdonságait vesszük át. Különös tekintettel ugye a sűrűségre, forráspontra, energiaigényre, költségszámításokra, és azokra a feladatokra, amelyek a pálinka készítés során fölmerülnek. Ugye az egyik legfontosabb dolog a tisztaság, hogy mikor, milyen módon lehet ezeket az eszközöket karbantartani, megtisztítani. Nagyon fontos, hogy olyan anyagok kerüljenek csak bele, amelyek kiváló minőséget szolgálnak. A tanfolyam részeként a képzésen résztvevők megismerkednek az előállító berendezésekkel is, ez gyakorlati szinten fontos, így fogalmazott Vári László kancellár híradónknak, aki kiemelte még, hogy mitől is lesz igazán jó és ízletes egy pálinka. A tanfolyam részeként megismerkednek a előállító berendezésekkel, az egy lépcsős és két lépcsős pálinka készítés módjaival. Jelen esetben ugye az egy lépcsős egymenetes készítésnek az eszközét mellett állunk, ahol lehetőség van arra, hogy nem a finomítást egy lépésben történik meg. Egyrészt energiahatékonyabb, másrészt pedig az előállítás is egyszerűbb. Tulajdonképpen azokat a tulajdonságokat használja itt föl a rendszer, amikor az úgynevezett rektifikáció jelenségét tudják használni. Az átgőzölöktetés során az energiát, a szintek átadják egymásnak, és ez a frakcionált desztilláció megmarad. A jó pálinka ugye nyilván a törvényi előírásoknak megfelel, hogy adalékokat nem tartalmaz, gyümölcsből készül, magyar gyümölcsből, és tiszta ízű, mindenki ismeri.
ezt a tulajdonságát biztosan. A képzés hamarosan a végéhez közeledik, a vizsgák után a bizonyítványok kiosztása fog megtörténni a jövőben. Önkéntesek töltik újra az Enniadok ételdoboz Szentesen, köztük a 19 éves Ádám, aki az otthon általa elkészített orjalevest adagolja porciókba, hogy ezzel segítse a rászorulókat. Az Enniadok Enni Kapok ételdoboz hálózatot működtető reformáló egyesület arra hívja fel a figyelmet, akinek lehetősége van, segítse a rászorulókat. Mire szükség van, az megtalálható benne. Só, egy kis fehérbors. Fő a pénteki menő a szentesi Bellér család otthonában. Bár ők is sokan vannak, 5 gyerek nevelkedik a családban. Ez a kiadós orjaleves most nem a családi asztalra, hanem a reformáló egyesület által működtetett Enniadok ételdobozba kerül majd. A rászoruló embereknek próbálunk ezzel segíteni, hogy az ételdobozba nap mint nap akár friss főtételt bírunk behelyezni, akik sajnos nem bírják maguknak megengedni, hogy saját maguknak bírjanak főzni. Ádám és testvérei édesanyjuk segítségével 5 éve az ételdoboz indulása óta vesznek részt az önkéntes munkában, például azzal, hogy az anonim támogatók felajánlásaiból készítelt főznek. Hát elsősorban a rászoruló emberek, meg idősebbek, akik úgy főleg így hónap végén egyre több szokott lenni, hogy ugye kevesebb van a fizetésből, és akkor jobban megszólulnak az emberek általában, és akkor ilyenkor már egyre többen használják a dobozt, és mi ennek csak úgymond örülhetünk, hogy ugye sokkal több embernek tudunk segíteni, de más részben meg kicsit szomorú is a helyzet, hogy több embernek kell segíteni, szóval két oldala van az érmének. Ádám utolsó éves egy hódmezővásárhelyi szakképzőiskolában vendéglátás szakon. A gondoskodást otthonról hozza, a családi összetartás sok nehéz helyzetből segítette ki őket. Mi 5-en vagyunk testvérek, de jelenleg már csak 4-en élünk itthon gyerekek, és valószínűleg onnan jön ez a segítsünk egymásnak. A levest kiadagolja majd irány a Dózsaház közösségi térnél található reformáló ételdoboz, ide kerül, legalábbis átmenetileg van segítség. Na ez most üres? Igen, általában erre a látványra jövünk ki. A szentesi önkéntesek arra hívják fel a figyelmet, az ételdoboz sokaknak nagy támogatás, ezért arra kérik az embereket, aki tud segítsen. Tartós élelmiszerrel, készétellel, a háztartásból kimaradó, de még fogyasztható élelmiszerekkel. Természetesen az Enniadok Enni Kapok ételdoboz oldalán feltüntetett szabályok szerint. A Tóth József Színház és Vigadó gyermekbérletes előadássorozat részeként a Bolondok Grófja című mesejátékot vitte színpadra a Békés Csabai Jókai Színház társulata. Jókai Mór színművének népszerűsége nem véletlen, a humorban bővelkedő történet során kicsit mindenki úgy érezheti, hogy egy időre kiszakadt az őrült hétköznapokból. Mindenki bolond, vagy én vagyok teljesen őrült, ez a dilemma vezeti a darab főhősét, Karomfit. Támaszza oda ezt a puskátot a szemekbe, kedves kérdő! Jókai Mór, Bolondok Grófja című, a Békés Csabai Jókai Színház tolmácsolásában színpadra vitt előadására várták a gyermekbérlettel rendelkezőket a Tóth József Színház és Vigadóban. A mű igazi klasszikus, melyet most gyermekdarabként láthat a közönség. Az eredeti Jókai darab az egy 3 felvonásos, romantikus kis színmű. Ebből készített Nem lakad György dramaturg úr egy ilyen 1 óra 10 perces átiratot. Igazából a romantika az ugye igazából kortalan, tehát a gyerekek a szerelemmel való találkozásuk az ugye meg fog történni nekik is. Én is egyszer rendeztem egy mesedarabot, és én hiszem azt, hogy egy picit mindig emelni kell nekik a tétet, tehát nem szabad alá menniük, mert nagyon sok minden alá megy nekik, így a televízióból, vagy amilyen meséket éppen szolgáltatnak nekik mindenféle szolgáltatók. Úgyhogy nekünk szerintem színház csinálóknak ez szerintem feladat, hogy mindig egy picit emeljük nekik. Tehát lehet, hogy még aznap nem fogja érteni azt a problémát, de talán megkérdezi majd a tanítónénit, és akkor ő elmagyarázza neki, tehát hogy valami üssön szöget a fejükbe, tehát ne csak úgy készen kapjanak valamit, hanem gondolkozzanak egy picit rajta. A mű másik főszereplőjét, Iringa grófisasszonyt, királyem Alexandra alakítja, akinek nem volt egyszerű dolga a szerep megformálásában. Iringa gróf kisasszonyt alakítom, aki ebbe az egész bolondságba egy néma gróf kisasszony, aki egy trauma hatására némult meg, elhunyt az édesapja, és ő azóta nem beszél, itt él a többi bolonddal a kastélyban, majd ekkor megérkezik Koromfi Árpád földesúr, és hát a darab végére
szerelmesek lesznek egymásba, föloldja a gátlásokat Iringa gróf kisasszonyba, és hát ő is megszólal a darab végére, úgyhogy egy igazán szép vége lesz a darabnak szerintem. Ez egy teljesen másfajta karakteralkotás volt számomra, mint a korábbiak, mert ugye tényleg nem reagálhattam szavakkal az egész előadás alatt semmire, és ezáltal szerintem sokkal precízebben és pontosabban kellett odafigyelni minden reakcióra, tehát hogy itt voltam én is a darabban, vagy itt vagyok a jelenetekben, és hát úgy kellett reagálnom minden szituációra, hogy nem szólalok meg, és így kellett érzelmeket közvetítenem. Czitor Attila, aki a főhős koronfigurát alakítja, elmondta. A karakterek átdolgozásával tették a színdarabot meseszerűvé. Sokkal elrajzoltabban jelenítik itt meg a kollégák ezeket a figurákat, tehát például a Csomós Lajos nagyon nevet, jobban nevet, mintha mondjuk egy felnőtt előadásban lenne, de az összes többi kollégát is tudnám említeni. Másrészt, tehát a romantikának is van egy ilyen, vagy hát a szerelemnek, ami ugye a gróf kisasszony és az új földes úr között történik, az is azért gyorsabban történik, sokkal meseszerűbben történik, ugye zenével van megsegítve a dolog, és például Lázár Zsigmond a zeneszerző, aki könnyen befogadható zenét választott Petőfi versekkel, Petőfi verseket raktak bele, és azokat zenésítette meg, úgyhogy ez mind segítség, mind kis mankó így a fiatalabb közönség számára, hogy befogadható legyen. Az úti biztos nem jött rá a választások miatt! Hatnapos, szívtankos és szabolcs áruszállító. Vissza az időben a Gyurica Veterán Jármű és Régiség Múzeummal. A folyton változó kiállítás legújabb gyöngyszeme a Szabolcs áruszállító motor, amit Gyurica Róbert újított fel. Ha azt mond a múzeum, azt mondod unalmas, poros, és különben is láttuk már ezerszer. A Szentes belvárosában lévő Gyurica Veterán Jármű és Régiség Múzeum mondjuk pont nem ilyen. Itt minden változik, csak a lényeg nem. Mennyire pepecs munka ez? Katasztrofális. Na meg persze izgalmas, szívmelengető és néha vicces is, hogy nagyapáink milyen vasakkal hesszeltek, vagy éppen dolgoztak. Például a Szabolcs nevezetű áruszállító triciklivel, ami Robi legújabb szerzeménye. Nagyon ritka darab. Tudomásom szerint egy 5-10 lehet az országban, ami így meg van csinálva, vagy talpon van. Gyönyörű most már. Persze nem volt ez mindig így. Ezek a felvételek hónapokkal ezelőtt Robi műhelyében készültek. Akkor még talán ő maga sem hitte volna, hogy lesz ebből valami. De Szabolcs életre kelt, legalábbis külsőre. Motort ez a példány nem kapott, az egy következő nagy vállalás lesz majd. Ő a tünderobogóra épült, van is ott egy sárga tünderobogóm. A motorja az teljesen megegyezik, 175 köbcent is, nem egy nagy motor tettek bele. Régen ezekkel hordták a árut, gondolom, bár mondjuk én még akkor nem éltem. Így a kisvárosokban nem is nagyon került le, inkább Pesten, meg nagyvárosokban lehetett, szóval senki nem ismeri. A Nyíregyházi Vas és Fém Ipari KTS. Itt van is rajta egy gyári adattábla. Ezt most tettem föl rá, hogy ebből legalább úgy valamit megtudunk. Egy kiadta egynek a Nyíregyházi Vas és Fém Ipari KTS-nek. Csak azok csináltak egy ilyen áruszállítót, csináltak ugye olyat is, ami Nyírség, az volt a neve, és Szabolcs, majd a Nyírségből is lesz pár hónapon belül, de most ezeket a Szabolcsokat kezdtem el megcsinálgatni. A Szentesi Nyomda egykori épületében igazi retro hangulat van, kis motor, nagy motor, rendőrmotor és amit akarsz. A kiállítás állandó, vagyis hogy változó, ide folyamatosan érkeznek az újdonságok. Telefonszámom ki van írva. Facebookon elérhető vagyok, igazából aki akar, vagy turisták, vagy bárki, aki itt van, rám csörög és mindig bejövök. Nagyon szeretem őket, én imádom itt nézegetni, imádok róla beszélni. Ez az életem, hát persze mindenkinek a munkája az életem, és hát ugye az a normális, de nekem ugye ez a hobbim is, meg a munkám is, meg ezt nagyon szeretem. Ezt is pont azért csináltam, hogy akik jönnek fiatalok, azok lássák, hogy már nem az a Yamahás, meg a BMW-s rendőrmotor van, hanem régen ugye ilyenekkel is kergettek minket. Engem nem, pedig jó lett volna velük versenyezni. De. Ezzel keddi híradónk véget ért. Következik Hírháttér műsorunk, melynek vendége Monoki Marian, az Alföldi ASC Barta János Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola igazgatója, témánk pedig az iskola által nyújtott képzések és ágazatok. Híradóval legközelebb szerdán várjuk Önöket ismét.
nézőink, köszöntöm Önöket, már is folytatjuk műsorunkat. A mai háttércímű műsorunkban a Barta János Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola első negyedévét foglaljuk össze úgy nagy vonalakban. A mai vendégemmel, aki nem más, mint Monoki Marian, az intézménynek az igazgatója, akit sok szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm Önt, és köszöntöm a televízió nézőit. Kezdjük azzal, hogy azért rengeteg képzést kínál az iskola, akár a felnőtteknek is. Egyik ilyen a pálinka készítő tanfolyam, amit már második alkalommal hirdetett meg az iskola. Erre a második képzés is 20-an jelentkeztek, tehát mondhatjuk azt, hogy azért nagy létszámmal fut ez a képzés. Ugye második alkalommal lett meghirdetve, tehát úgy látta az iskola, hogy az első alkalom után azért van ennek pozitivitása a felnőttek irányában, és azért mondott, hogy másodjára is meghirdeti ezt a programot, vagy ezt a tanfolyamot. Mit kell tudnunk erről a tanfolyamról, hol áll most jelen pillanatban? Igen, hát ez egy minden vállalkozásunkat fölülmúlta, ez a képzés, amit meghirdettünk. Már ugye nagyjából itt május-június tavaly ilyenkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy egy igazán iskolát, képzéseinket, ránk figyelést, és egyetlen egy ilyen presztízsnövelő képzésnek, iskolát népszerűsítő képzésnek találtuk ki, és ahogy az előbb is említettem, nem is gondoltuk, hogy ilyen várakozás övezi majd ezt a képzést, és ilyen népszerűség. Nagyon fontos azt tudni, hogy már a szeptemberi induláskor többen jelezték, hogy most ez az őszi időszak nem felel meg nekik, vagy egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni, de ugye lesz még lehetőség másik csoporthoz csatlakozni, és akkor már eldöntöttük, hogy ezt folytatni kell, és tanéven belül akkor fogalmazódott meg bennünk ez a februári indítás gondolata, és valóban a második csapat is egy nagyszerű, összetételű, felnőtt tanulói létszámban is, és összetételben is, tehát érdeklődő, és a szakmájukban többet tudni akaró képzésben résztvevőkről van szó, és nagyon érdekes, hogy megint, mint az első képzésnél vannak hölgyek is. Ez ugye nekem ez egy külön öröm, hogy nem csak a férfiak számára tudunk adni, vagy legalábbis elhíresülhet az, hogy ugye ez a pálinka készítés az csak a férfiak sajátja is, nem? Tehát itt a hölgyek azért bőven rácáfolnak erre az előzetes feltevésünkre. Van a terben esetleg további képzés, amit szeretne elindítani az iskola, ugyanígy a felnőtteknek elsősorban megcélozva? Igen, tehát az fontos tudni, hogy a pálinka készítő az egy felnőtt képzés, tehát a tanfolyami jellegű, sokkal rövidebb képzési idővel rendelkező képzés, és azt látjuk, hogy erre van jobban igény, azért folyamatosan kérdezzük, érdeklődünk a már képzésben résztvevő felnőttektől, de olykor a diákoktól, meg nyilván a kollégáktól is érkeznek olyan visszajelzések, hogy mi az, amit jó lenne elindítani. Tehát azért van bőven igény. És akkor ezekből mindig azt próbáljuk átgondolni, vagy legalábbis azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy átgondoljuk, hogy nekünk mire van kapacitásunk, nyilván oktató, humán erőforrás, mi az, amit el tudunk indítani, milyen feltételeket tudunk ezt biztosítani, mert azt gondolom, ez a legfontosabb, hogy különösen a felnőttek, de nyilván a nappali tagozatos diákok is egy olyan képzést kapjanak, ahol magas szintű oktatás zajlik, és az oktatáshoz olyan körülményeket is biztosítunk, olyan tárgyi feltételeket, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ez egy minőségi képzés legyen. Tehát van egy tanfolyami, ez a régiókáj is, amit sokan talán így ismernek, képzési struktúra, és van az úgynevezett iskolarendszerű vagy felnőtt oktatás. Ott két éves képzéseket kínálunk, akár kertésztechnikus, akár kertész, akár pedig most megint népszerű ugye a kistermelői élelmiszer előállító, azt látjuk, hogy a felnőttek körében nagyon keresik ezeket a képzéseket, de hangsúlyozom, hogy itt amikor két évről van szó, akkor sokan azért megtorpannak, hiszen azért beláthatjuk, hogy a két év azért egy hosszú idő család, munka mellett is. Az is nagy örömmel tölt el bennünket, hogy mégis azt látjuk, hogy akik beiratkoznak hozzánk, akarnak, amit vállalnak, azt igyekeznek teljesíteni.
sőt van olyan, aki azt mondja, hogy most nem tudok jönni, de ugye folytathatom a tanulmányaimat, vagy rövid időre egy kicsit kimaradt egyéb családi elfoglaltságok vagy problémák miatt. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy azt látjuk, hogy a felnőtt képzés, a felnőtt oktatás egy másfajta tanári odafordulást igényel, egy másfajta gondolkodást igényel a kollégáimtól, és erről sokat beszélgetünk, hogy lehetnénk még eredményesebbek, és hogy lehetne olyan új képzéseket még bevonni. Még ennek nagyon az elején tartunk, tehát próbáljuk fölmérni az igényeket. Most ez a május, következő hónap, a májusi időszak lesz olyan, amikor már a Facebook felületeinken elérhetőek lesznek a felnőtt képzések, és várjuk, hogy esetleg ennek a hírnek a kapcsán esetleg új ötletekkel megkeresnek a bennünket, mert azokra mi igyekszünk nyitottak lenni. A fejlődést említette igazgatónő, és nyilván a fejlődést azt nagy mértékben elősegíti a fenntartó, a szakképzési centrum, de ugyanígy ebből a szempontból mondjuk a többi partner is segíti ezt a fejlődést, azok a duális képzésekkel. Mit lehet elmondani a partnerekről, gondolok itt elsősorban a Délkertészre, vagy akár a többi partnerre is, hogy a Palánta Klub is alapult most nemrég. Mit lehet elmondani, a partnerek hogyan tudnak hozzátenni az iskola mindennapjaihoz? Én azt gondolom, hogy a képzések mellett kell találni olyan, a képzés kínálat mellett kell találni olyan partnereket, akik segítenek ezeknek a képzéseknek nem csak a lebonyolításában, hanem ennek egy ilyen háttér bázisaként megjelenik az iskola mellett, mögött, mindegy, hogy milyen szóhasználattal élünk, és nagy örömünkre az ősz folyamán így keresett meg minket a Délkertész vezetősége. Ez nagyon fontos, hogy nem mi mentünk, és nem mi kerestük őket, hogy a képzéseinkhez járuljanak hozzá, vagy segítsenek az iskola képzéseit népszerűsíteni, vagy akár az intézményt, hanem az Agrár Centrum főigazgatója, dr. Horváth József keresett meg egy telefonhívásával, hogy rajtuk keresztül, illetve őket kereste meg a Délkertész vezetősége, Nagy Péter Sándor és Ledó Ferenc, hogy szeretnének az iskolával, a centrummal, az iskolával egy ilyen hármas együttműködésbe lépni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy először el se hittük, hogy ez velünk történik, és most kezdtük el ennek a részekre bontását, ennek az együttműködésnek. Nagyon nagy várakozással vagyunk, nagyon nagy örömmel fogtunk hozzá, nagyon sok feladat van, de mind a három részről, mind a centrum, mind a Délkertész is természetesen részünkről is egy olyan együttgondolkodás indult el, hogy a kertész szakmát, és a kertészetet, mint olyat így szentesen visszahozni a köztudatba, visszahozni a családok életébe, és egy olyan magas szintű képzést biztosítani, ahol együtt van a szakma, és az a technikai tárgyi feltétel, amiről az előbb már beszéltem, ez elengedhetetlen manapság. És egy picit megmutatni azt, hogy ma már nem csak annyiból áll a kertészet, hogy kimegyünk és csak a zöld munkát elvégezzük, tehát erre halad a világ, hogy akár a drónok, akár egyáltalán az agrár digitalizáció, a high-tech technológia, üvegházak, fóliaházak működtetése, és nagyon várjuk azt, hogy a fiatalokat eléri ez a fajta új típusú kertészeti gondolkodás. A Délkertész mellett természetesen az Árpád Agrár ZRT-vel nagyon jó viszonyt ápolunk, duális hallgatóink, diákjaink is vannak az Árpádnál, nagyon szeretnek dolgozni. Dr. Csikai Miklós úr nemrég volt a vendégünk a Karrier Történetek beszélgetés sorozatban, ahol az ő pályáját ismerhettük meg, és nagyon sok motiváló olyan útravalót mondott a jelenlévő diákoknak, kollégáknak, közönségnek, ami valóban, hát mondhatom, hogy lélekemelő volt. Tehát ezzel is próbáljuk a szakmát erősíteni, és a szakmai képzésekhez ilyen alkalmakkal, ilyen beszélgetésekkel, vagy programokkal hozzájárulni. De természetesen nincs még vége ennek a partneri együttműködésnek, hiszen azért szakmai rendezvényeken, programokon megtaláljuk egymást, és most már azt mondhatom, hogy úgy keresnek is bennünket,
és hát a délkertésszel való együttműködés azért hozni fog majd egy olyan partneri együttműködések lehetőségét is, akár a különböző szakmai szervezetek részéről, az input anyagokat gyártó cégek részéről, hogy ez a sor korántsem teljes még. Nagyon várjuk ezt az időszakot is. A kihívás tehát nagy, de én úgy ismertem meg igazgatónőt, illetve az iskolát is, hogy szereti a kihívásokat akár ön is, illetve az iskola is. És hát itt a beszélgetésünk végén azért színes hírrel is le tudjuk zárni ezt a beszélgetést, hiszen azért versenyeredményekről is be tudunk számolni az iskolánál. Ugye SKTV versenyen vettek részt az iskolából. Milyen eredményekkel távoztak onnan, vagy jöttek vissza ide Szentesre az iskolába? Igen, hát a szakképzőiskolák számára a szakmai SKTV verseny azért a legmagasabb, ugye mondhatjuk, hogy itt egyáltalán elindulni már egy nagyon különös kiválasztás eredménye, ami az oktató kollégák már ilyenkor 9-be, 10-be itt a tanév közben is már figyelik a diákok munkáját. Tehát egy hosszú munka előzi meg már magát azt az időszakot, hogy ki lesz az, aki méltó az SKTV-re elindulni. És ugye tavalyi tanévben első helyezettünk lett az SKTV kertész szakmájában, szakmai versenyében. Nagyon nagy boldogság és öröm volt számunkra, és hát nyilván a diákoknak is ez egy motivációt jelentett. Így indultunk, hogy hát ha megint nagyon nagy eredményt hozunk, és azt gondolom, hogy most is egy nagyon szép eredményt hoztak a diákjaink. Ugye ez két fordulós ez a verseny, most Gödöllőn zajlott, ugye az első az írásbeli forduló, onnan már úgy jöttek haza, hogy reménység szerint tovább mennek a döntő gyakorlati szóbeli megmérettetésre, ami március 25-26-27-én zajlott Baján, és ott pedig 10. illetve 15. helyezett lett a két továbbjutó döntős diákunk. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert nyilván nem egyforma egyik évben sem a versenyzőknek a felkészültsége, olykor a körülmények sem. Nagyon, nagyon komoly munkát fektettek ebbe a diákok, és nyilvánvalóan a kollégák is, és ez számunkra egy olyan örömmel tölt el bennünket, ami megint csak egy lendületet és egy további segítséget ad ahhoz, hogy a diákjainkat tovább a versenyek terén is tovább tudjuk motiválni és segíteni. Mi ehhez kívánunk sok sikert és kitartást természetesen önnek, illetve az iskolának is. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, legközelebb én fogjuk folytatni a beszélgetést. Én is köszönöm a megtisztelő felkérést. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A 2023-24-es színházi évadban is sokszínű, változatos műsorkínálattal és ingyenes programokkal várja Önöket Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó. Április 10-én, szerdán 17 órakor Kisné Nagy Mónika kézi és gépi hímző szakoktatónak nyílik kiállítása a Hímzés jövője címmel. Április 11-én, 12-én és 13-án 19 órakor Bognár Zsolt, Kis Stefánia, Munkácsi a festőfejedelem címmel a Békés Csabai Jókai Színház előadása látható. Április 22-én, hétfőn 19 órakor a nagyszínpadon Őrültek haza, Olák Sali Róbert önálló estjére várják az érdeklődőket. Április 24-én, szerdán 19 órakor kezdődik Meskó Zsolt zenés története egy eltitkolt szerelemről, Szerelmem Sárdi címmel. Áprilisban is legyenek a vendégeink, várja Önöket a Tóth József Színház és Vigadó. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról.
elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új Stihl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Tudjuk, hogy egy vállalkozáshoz végtelen kitartás kell. Evelyn! A végtelen kitartásotokhoz a Vodafone is a végtelent adja. Korlátlan beszélgetés 10 GB adattal havi 9990 forintért a Vodafone-tól. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szentes Televízió Életmód magazinját látják. Mai magazinunkban megmutatjuk Dancsó Erika átváltoztató programját, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség felkészítő kerékpárversenyét, valamint a Kozák József postással elkészített hosszabb anyagunkat is. Ez tehát a mai műsorkínálatunk, nézzük az anyagokat részletesebben is. Egy új frizura, egy kis figyelem és törődés csodákra képes. Dancsó Erika fodrászmester számos alkalommal bizonyította, hogy ez így van. Többször hirdette meg átváltoztató programját, mely keretében csapatával megajándékozta a jelentkező hölgyet egy új frizurával, sminkkel, öltözködési tanáccsal és sok-sok szeretettel. Teli találat volt a legutóbbi átváltozás is Mariettával, aki teljes mértékben családjára koncentrált az elmúlt években, most viszont néhány órára az övé volt a főszerep. Dancsó Erika nem először vállalkozik arra, hogy átalakít. Szakemberekből álló csapatával középpontba helyezi a haj, a bőrápolás, a smink és az öltözködés legfőbb kérdéseit. Számára a legfontosabb, hogy ki hogyan és mitől érzi jól magát, mitől igazán önmaga, és mit tud ő ehhez hozzátenni, hogy egy nő megélhesse nőiességét, ha tükörbenéz, igazi boldogság töltse el. Ezért is hirdettem a közösségi oldalán, hogy valakit idézőjelben átalakítana. Meg is érkezett hozzá Marietta. Sziasztok! Szia! Szia! Nagy Marietta tudom, vagyok. Dancsó Erika, nagyon örülök. Én is örülök. Ezt várj, csak leveszem. Ha meg kérlek, beledúrnál a hajadba? Jó, hátul is, ha megkérlek. Tehát ott volument hiányolsz, és itt ezt az oldalsó részt hogyan szoktad elhelyezni? Alapvetően a fülem mögé. Aha. Tehát a munkám miatt, illetve ha szeretnék valahol megjelenni, akkor próbálom beszárítani. Uh-huh. Hát próbálok neki egy befele fordulást adni. Az egyetlen egy célom az az, ami maga a küldetésem, és tényleg már 30 éve végzem a szakmám, és nagyon-nagyon szeretem átadni, megmutatni azt a boldogság, amit a szakmánk által tudunk adni, mi szépségipari szakemberek. Az a változás, mind a belső, a külső egy arányba, egy csodálatos érzés, és tényleg megfizethetetlen. Minden oldalról válasz már egy szint, ami azon az oldalon a legjobban tetszik, elvonatkoztatva magadtól. Rendben. Mi az a maximum, amit szeretnél változtatni, ha 1-től 10-ig kellene beskálázni? Én azt mondom, hogy 10-es, és én teljesen szabad kezet adok neked. Szuper. Thank you.
az a fajta nő vagyok, aki kicsit az anyaság meg a nehézségek, családi nehézségek áldozata, olyan értelemben, hogy önmagára nem maradt ideje. Nem maradt ideje egy olyan helyzetben, amikor egy gyógyszer előre hozta az öregedést, és én 42 évesen egy gyógyszer hatására átmentem a klimaxon, 3 hónap alatt 15 kilót híztam, amit apránként föl lehet dolgozni, de így egybe nagyon nehezen. És még ez is működött volna, csak családi helyzetem olyan, hogy a kisfiammal külön kellett foglalkozni, ő sajátos nevelési igényű, és az elmúlt 3 év az egy nagyon komoly válságból válságba ment, és most, hogy ő rendben van, így elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy akkor most van itt az ideje annak, hogy amit elmulasztottam az évek alatt, mert nem maradt energia, azt egy picit most bepótolni, és ilyen sorsszerűen dobta föl a közösségi média ezt a lehetőséget, és az esélytelenek nyugalmával nem mondanám, mert hát azért írtam oda, hogy én is jelentkeznék, mert igen, ezt szeretném. És én eleve gondoltam arra, hogy hát ha más szülőknek, más édesanyáknak is tudok valami olyat mutatni, hogy mit lehet elérni egy pici önfelvállalással, illetve az az érdekes, hogy a szakemberekkel. Tehát én nagyon bízom a szakemberekben, az elmúlt 3 év megmutatta, hogy a szakemberek bármilyen irányban lerövidítik a kacskaringókat, az utakat, a kanyarokat, a felesleges utakat. Úgyhogy ez egy érdekes lehetőség. Én, amit ajánlanék, az az, hogy maga ezt a host emelném egy picit. Egyrészt a sziluett miatt, tehát hogy a magasságot inkább ide helyezném, és innen vennék el. Az arcformád az nagyon-nagyon szép, tehát simán emelhetjük ezt a vonalat. Gyönyörű szemeid vannak, tehát a fókuszt inkább én oda helyezném. Erika tehát diagnosztizált, majd szabad kezet kapott a frizura elkészítésére. Persze figyelembe veszi Marietta egyéniségét, lelki világát és igényeit. Előtte viszont következő helyszínünk Niki birodalma, ahol mint stylist nem csak ruhákat választ, hanem öltözködési tanácsokat, tippeket, praktikákat is megoszt Mariettával. Sziasztok! Hello, szia! Hello, szia! Kovács Nikoletta vagyok, szia! Örülök neked! Akkor tehát te vagy az a hölgy, akitnek sikerült ezt a kis nyereményt bezsebelnie. Igen, és nagyon izgatott. Hát mi is nagyon izgatottan vártunk. Teljesen nyitott vagyok mindenre. Én kényelmes ruhákat viselek, de muszáj csinosnak is lennem. Én a munkám miatt egy műhelyben dolgozom, ékszereket készítek, és ügyfelezek is. Tehát nagyon nehéz, kényelmes. Tehát együtt csinálod a kettőt. Igen, igen, igen. Tehát nem tudom szétválasztani. Ez egy ilyen speciális helyzet. Muszáj lenne csinosnak lennem, de balesetmentesnek, tehát nem nagyon lehet lenge ruházatba öltözködni. A hölgyünk már is átváltozott, és szerintem nagyon jól érzi magát. Tehát sugárzik, nagyon jól áll neki ez a szín, amit kigondoltunk, úgyhogy amit, hogyha leveszi majd a zakót, akkor látszani fog, hogy hangsúlyozza a vállát, mert hogy ő egy körteforma, és picit hangsúlyozni kellett a vállát, és ezzel jobban oda megy a homokóra, a fazon irányába a teste, és szerintem gyönyörű és sugárzik benne, gyönyörű a szeme, úgyhogy majd amikor Elikáék megcsinálják a frizuráját, Szilvike megcsinálja neki a sminkjét, akkor egy őrületes átváltozás tanúi lehetünk. Hozzánk betérő hölgyek sajnos önbizalom hiányosak, és általában mindig megtalálják magukon, hogy meg szinte azt figyeljük meg, hogy szinte keresik magukon, hogy mik a hibák, erre fókuszálnak, és nagyon nehéz őket kimozdítani, de pont azért vagyunk, és azért van rengeteg visszatérő vásárlónk, mert meg tudjuk nekik adni ezt a plusz lökést ahhoz, hogy kilépjenek a komfortzónákból, és próbáljanak megváltoztatni, és újítsanak, és vágjanak bele, és merjenek. Mindannyian szépek, csinosak, mindenkin van mit erősíteni egy picit, és mi ebbe segítünk tényleg.
szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy együttműködhettünk. Úgyhogy remélem, hogy tudtam neked adni egy kis powert, egy kis löketet ahhoz, hogy a hétköznapokban utána is ezt tud kamatoztatni. Majd leellenőrzöd, az utcán jártunkba keltünk. Így van, de ha bármilyen szükséged van, akkor nyugodtan keresd bátran bennünket, mindig megtalálsz. Köszönöm a megölelést. Igen. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Ciao, ciao. Szia. Sok-sok stílus, sok-sok próba, tanács Nikitől, és meg is lett a leg-leg. Indulunk vissza Erikához. Nagyon furcsa, mert olyan ruhákat választottak ki az én számomra, amit én lehet, hogy soha nem vennék le erről a fogasról, és pont ez a fajta teljes nyitottság van most is bennem, és hát ez egy nagyon pozitív élmény, egy másfajta élmény, de hát ezt el is mondta, hogy merjünk mást is kipróbálni. Érdekes út volt, és a színekben volt a legérdekesebb. Én hiszek abba, hogy egy nő, egy család számára az az energia, amit, az a boldogság, amit átad a gyermekek, a férj számára, az akkor, amikor történik egy ilyen alkalom, egy pici változás, az tovább viszi. És én nagyon hiszek abba, hogy boldogságot biztosítunk mi szakemberek, szépségipari szakemberek. Kezelt, festett, a ható időben Marietta pedig Ágoston Szilvia kozmetikus mesterrel szépült tovább, a bőrápolás kérdéskörétől kezdve a sminkelésen át. Szia! Sziasztok! Szia, na, szia, vagy? Ágoston Szilvia vagyok. Örülök. Szia, szia! Fáradj be, és akkor folytatnánk az átváltozást. Marjettával megbeszéltük, hogy milyen rögtönzött kis kezelést tudunk most így az átváltozás alatt elvégezni. Megbeszéltük a otthoni bőrápolási protokollját, a bőrtípusát, és én nagyon szeretnék egy frissítő, hidratáló, kicsit lifting hatású kezeléssel kedveskedni neki, és ezáltal majd a smink is sokkal jobban fog tündökölni az arcbőrén. Nagyon nagy dilemmában voltunk az Erikával, mert gondolkodtunk azon, hogy egy kicsit a hideg vagy a melegebb árnyalatok irányába menjünk, de mégis a hanvas nyárra szavaztunk, és próbáljuk azokat a színeket előidézni. Én egy picit visszafogottabb leszek, mert a természetes szépségére szeretnék fókuszálni, és szeretném, hogy a harmónia majd meglegyen. Mindig minden vendégemtől megkérdezem azt, hogy ha 1-10-es skálán be kellene határolni, hogy mekkora változásra vágyik, akkor ezt hova helyezni, és ő a 10-esen a 10-est mondta, tehát egy nagyon nagy változásra vágyott. Nehéz folyamat, viszont tényleg ezzel a változással elmondjuk a külvilágnak is, hogy nem csak a hajunkkal, hanem maga a belsőnkben is egy változás történt, és ezzel szerintem kommunikálunk a világ számára. Erika megfűszerezte az átváltozás folyamatát. Hátat fordított a tükörnek, tehát Marietta nem láthat semmit az új hajszínéből sem a formájából. Tehát az átöltözés után teljes szedben, sminkel és új frizurával látja majd meg magát, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A szalonban mi már nagyon vártuk ezt a pillanatot, meg is könnyeztük mindannyian. Még erre gyorsan néz a hajadra.
de úgy ideges vagyok. Na, lehet? Lehet? Oké, okay. Gyere, forduljunk meg. Nem sírok, ugye? Na? Hú. Jó, jó lesz. Nem sírok. Nem érzel? Ez nem... Én vagyok, és nem... Te vagy pedig. Én vagyok. Szépen köszönöm, nektek is köszönöm. Csodálatos. Nagyon szépen. Még egy kis ajándékot fogok, sok szeretettel, egy kis protokoll neked otthonra, egy kis krém. Köszönöm kis szépen. És az jó, és használ tovább, ennyi tovább az úton. Köszönöm. Nem is tudom, ez egy út. Egy nagyon érdekes lelki út volt, nem csak a szépségről szól, hanem valami többről. Volt egy pillanat, amikor közölték velem, hogy most már nem látod magadat, akkor megijedtem. Akkor kezdtem el félni, vagy nem is félni, hanem akkor nem tudtam kézbe tartani a dolgot. Onnantól kiadtam az irányítást, ami az elmúlt 15 évben nem fordult elő önszántamból. És kicsit viccesen mondtam Erikának, hogy lepergett előttem az életem filmje, de tényleg az elmúlt 13 év, ahonnan elindult egy olyan folyamat, ami végül is nem romlás volt ez, csak egyszerűen nem tudtam követni. Nem tudtam követni a változásokat, és most én nem tudom, egy hét múlva tudnék rám mondani, hogy mi is történik, vagy mi történt. Hát egyértelműen mindenkinek élmény volt, és nem csak nekem. És az az érdekes, hogy nem maszkot kaptam, nem egy jelmezt kaptam, nem maszkot kaptam magamra, hanem egy olyan fenntartható és viselhető nézőpontot kaptam, ami szerintem tényleg beépül. Beépül ez az életembe és mindenbe. És nagyon furcsa, hogy mennyit jelent. Tehát többet jelent, több, mint egy szépészeti nap. Köszönöm szépen. De ez már biztos, hogy elkent. Nem kented el, mert ez bírja. Ismét szentes adott otthont a Magyar Speciális Olimpia Szövetség kerékpár versenyének. Négy településről érkeztek versenyzők, akik 500, 1000 és 5000 méteres távokon mutathatták meg tudásukat. Reményben fogad bennünket az időjárás, hogy szép napos időnk lesz. Összesen négy csapat érkezett. Kislétáról, Szigetvárról, Érdről, és hát mi helyiek, szentesiek vagyunk, és 17 kerékpáros versenyző versenyez ma, 500, 1000 és 5000 méteres távokon, és a 17 versenyzőből 10 férfi és 7 női versenyző. Ez nem az első, hogy itt vagyunk, ugye a Szentest és Szegvári utat összekötő Berekháti szakaszon le is van most zárva a polgárőrök által, szóval elég óriási hagyománya van ennek a versenynek, ugye? Emlékszel az elsőre? Igen, hát az első az valamikor nagyon-nagyon régen volt, és még lehet, hogy nem is pont itt, de így hozzám köthető a verseny.
itt legelőször 21-ben a Nemzeti Játékok alkalmával ezen a helyszínen, de előtte egy évvel meg a Tiszagáton volt a mi szentesi kötődésű verseny, de azt gondolom, hogy Szentes egy igazán jó város, illetve egy jó környezet ahhoz, hogy igazán szuperkerékpár versenyeket lehessen rendezni. Az Esélye Mosolyra Alapítvány karolta föl ugye ezt a kezdeményezést. Mit tesztek azért, hogy ez működjön évről évre, hónapról hónapra? Az Esélye Mosolyra Alapítvány 2015-ben jött létre, és azóta így a feladatellátás tekintetében elég erőteljesen a sportolás mellett tette le a névjegyét, a voksát. Igyekszünk sportolási lehetőséget biztosítani sajátos nevelési igényű fiataloknak, felnőtteknek. Elsősorban kerékpározás sportágban, tehát kerékpár sportágban, de van úszónk is. Mindig a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyein indulunk, hiszen ugye ők szervezik azokat a versenyeket, ahol a mi sportolóink tudnak teljesíteni. A rendszeres edzések, a versenyek mellett ugye vannak azért rendszeres edzéseink, heti két alkalommal általában Derekegyházán, és hát egyre nagyobb az elhivatottság a fiatalokban, aminek én nagyon-nagyon örülök. 3, 2, 1, rajt! Gyerünk, Gábor! Hogy mennyit készültél erre? Hát heti egy-két edzése. Közben munka után vagy olyan hétvégénként szabadidőmben elmentem ide-oda a kerékpározgatni. És mekkora távot fogsz ma menni? Hát a mai táv az egy 500 méter, egy 1000 méter és 5000 méter. Ez nagyon kemény lesz. Van valami taktikád? Vagy hogyan fogsz majd neki? Először mondjuk az elején lassabban, aztán begyorsulsz. Vagy mi a taktikád a mai napra? Hát az 1000 métert, az amit csak is a csövön kifér. Hát az 5 kilométernél még ott a erőbeosztással, és az utolsó 1000 viszont, amit csak a csövön kifér. Nagyon fontos városvezetésnek, a képviselőtestületnek, és hogy én azt 2021-ben érzékeltem, az egész városnak nagyon fontos volt az, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség akkori első nagy rendezvényét, amit nálunk tartott a 2021-ben, a nyári olimpiai játékait, azt meg lehessen nálunk rendezni. Akkor egy csodálatos 4 nap volt, sportcsarnokunk is volt még, 16 helyszínen, 16 különböző sportágban mérhették össze elszántságukat, erejüket és kitartásukat a Speciális Olimpiai Szövetséghez tartozó versenyzők. Nagyon nagy élmény volt, nagyon sok önkéntes jelentkezett akkor a városból. Emlékszem, amikor a Kossuth térre bevonultak, akkor óriási ováció fogadta a sportolókat, és egy nagyon felemelkedett érzés volt akkor 2021-ben, tudva például azt is, hogy az már egy igazi nagy megmérettetés és felkészülés volt a részükre a 2023-as nyári berlini olimpiai játékokra. Miért fontos az, hogy ezek a versenyzők jelen legyenek a városban? Nyilván azon túl, amiket elmondtál, mert hogy ennek azért óriási sportértéke is van. Természetesen itt az érzelmek is dominálnak természetesen. Dominál a verseny, az élményszerzés, és azt hiszem még egy irtozatos fontos dolog van, az, hogy egyek vagyunk a városban, akik élünk, az országban, akik a világon, akik élünk, nincs megkülönböztetés, hanem egymás elfogadása és segítése, és ez az apropó az, amikor valóban mondjuk enyhe vagy középsős értelmi fogyatékossággal rendelkező sportolóknak, embereknek segítünk, illetve együtt élünk velük, és a lehető legtöbb lehetőséget biztosítjuk a számukra ahhoz, hogy megmutathassuk neki, hogy ugyanolyan emberek vagyunk mi is. És egy valami még nekem nagyon fontos szokott lenni. Ha az ember egy picikét gondolkodik az életén, akkor eljuthat odáig a gondolataiban, hogy bármelyikünkkel, bármelyik pillanatban történhet olyan esemény az életében, amikor például mozgásában korlátozott lesz, vagy pedig értelmi fogyatékos. Ezért gondolom én azt, hogy és nagyon öröm volt a számomra, amikor a szentesiek úgy gondolták, hogy teljesen együtt akarnak élni ezzel a gondolattal, és azok a rendezvények és események, ugye volt nálunk Kennedy nap például 2022-ben, ezeknek a városban nem hogy helyük van,
hanem nagyon szeretnénk azt, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel a jövőben is, akár minden évben, kisebb-nagyobb versenyeken, összejöveteleken együtt tudhassunk élni. Mi a jelentősége ennek a versenynek, akár a sport szempontjából, akár a társadalmi összefogás szempontjából? Ahogy említette, ugye Szentesváros nagyon jól ismeri a Magyar Speciális Szövetséget, pont azért, mert maga Szentesváros egy kifejezetten kiemelt helyszíne a szövetségünknek. Ilyen pozitív fogadtatást az országban szoktunk kapni, de Szentes kiemelkedik ebben is, hogy mennyire pozitívan áll a témához, mennyire fontos neki a fogyatékkal élők sportja. A kerékpár szakágunk, amiről most a kerékpárversenyről beszélünk, ugye, a kerékpár szakágunk átélt egy kisebb krízist, ugye a Covid miatt, de hát szinte minden szakágunk. Most éppen fejlődő szakaszba lépett újra a kerékpárszakág, egyre többen kezdenek el újra kerékpározni. A 2023-as nyári világjátékok, ami Berlinben volt megrendezve, ott nagyon nagy sikereket értek el a kerékpárosaink. Ez nagyon fontos volt, hogy a sportolók érezzék, hogy igen, van értelme ezzel a szakággal is foglalkozni, ezzel a sporttal is. És igen, nem csak a sport és a sport eredmények számítanak, hanem a közösség, a közösségi élmény és az összetartozás érzése. Az épp emberek, az épp sportolók mennyire látják ennek a jelentőségét? Az év sportolók, miután sportemberekről beszélünk, ők az itt érti teljesítményt nagyra értékelik, maximálisan a Magyar Speciális Olimpia Szövetség mellett állnak. Ez kommunikációjukban, illetve egyéb támogatásokban is megnyilvánul. Tehát maguk a sportolók, az év sportolók abszolút értékelik az itt elért teljesítményeket, a sportolóink teljesítményét, illetve a maga a társadalom is az utóbbi 20 évben nagyon-nagyon pozitívan változott ebbe az irányba, nagyon elfogadó lett a magyar társadalom. Eredményeitek is vannak, mert hogy Berlinben többen is voltatok, ugye? Igen, ugye Berlinben a kerékpár sportágat három sportoló képviselte Magyarországról. Két hölgy, az egyikőjük Szigetvári, a másikójuk pedig Nagykőrösi. Egyikőjük most itt van és jelenleg is versenyez ezen az évadnyitó kerékpárversenyen. Illetve az Esély a Mosolyra Alapítványból egy szem fiúként, férfiként Csomály János Dávid, aki első divízióban 2000 méteres egyéni indítású időfutamban bronzérmes lett. És hát ha nem is indulsz a versenyen, azért te is itt vagy és részt veszel, és hát mutasd be, hogy milyen frankó dolgaid vannak. Az előbb mondtad, hogy ez egy nagyon különleges bicikli. Hát ez itt a reklámhelye. Próbáljuk. Hát igen, ez egy ilyen olyan kerékpár, amivel azt gondolom, hogy már versenyezni lehet, tehát ez már ugye a versenyzésnek az alsó határát súroló kerékpár. Karbonból van, nagyon könnyű, nagyon jók a paraméterei, tehát kényelmes rajta az ülés. Ez nem kifejezetten országúti versenykerékpár, hanem úgynevezett endurance, tehát a sebesség és a kényelem közötti egyensúlynak a képviselője. Tehát ezen nem kell összezsugorodni apróra, picire, sokkal kényelmesebb rajta az ülés, de ugyanúgy azért lehet vele jól haladni. Az élet szép, csak néha az árnyékos oldalát mutatja. Kozák József a tipikus ismeretlen ismerős. Naponta találkozunk vele, beszélünk is pár szót, de igazából nem ismerjük. Hogy mennyire hiányzik, csak akkor derül ki, amikor hirtelen nélkülöznünk kell. Józsi postásként 30 éven át hordta biciklivel a leveleinket, télen-nyáron, hóban-fagyban. A gyomorszájas 2022 nyarán jött, amikor áttétes tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Egyedül nem tudtam volna végigcsinálni, fogalmazott, amikor a gyógyulásáról is kérdeztük. Józsival a házukkal szomszédos Jókai utcai zöldségboltban futunk össze, ő igazi törzsvevőit. Ide járt friss házasként a pici gyerekeivel, majd a nagyobbacska kamaszokkal, mostanában pedig már egyedül. A felesége dolgozik, a fiúk pedig megnőttek. Ha ismerős önöknek a fiatalember, az nem a véletlen műve. Képzeljék el őt zöld egyenruhában. Igen, igen, hosszú éveken át ő volt többek között a Felsőpáti városrész postása. Józsi tekerte körbe a várost a leveleinkkel, télen-nyáron, hóban-fagyba. Valahogy így szokták ezt mondani. 2009-ben.
Most ő a család bevásárlója, mindig is szerette ezt csinálni, mostanában pedig különösen. Mondjuk ilyen kamerás kísérettel ritkán vásárol, de most ezt is megengedte, meg azt is, hogy hazakísérjük. Mennyi csak Józsi felesége Zsuzsa ebben a házban született, és a két fiú is, akik időközben felnőttek. Egyikük már nem is lakik itthon. Vannak viszont cicák, sajátok és egy vendég is. A kanyára szokott oda jönni. A másik kettőt még nem akarom kiengedni, mert azok meg rendbontanak meg minden. Józsi azt meséli, valamikor tartottak itt disznót, csirkéket és más háztáit is. Ma már ez nem jellemző, mondjuk nem is bánja. Ha jól tudom, ez 57, 58, 59, valahogy így épült ez a ház. Anyósom építette, anyósom így. A gyümölcsöst viszont féltve óvják, a fákat éppen metszik, még egy jó adag hátra van. Most már elvirágoztak, már gyakorlatilag kis barackok vannak rajta, mert tavaly még lefagyott az összes, akkor nem volt egy szem sem. Hátul egy fészer, vagy inkább garázs, és abban egy igazi kincs, egy Verhovina motor, az egyik fiújé, felújításra vár. Gumi kellett rá. A motorja az is be volt állva, de kis biztatással hengert levettük, utána már elindult szépen. A motormánia családban marad, a nagyobb fiúnak 650-es Suzuki-ja van, Józsinak ez a 250-es robogója, és az édesapja is motorozott. Postás volt ő is a tanyavilágban, mindig szolgálati motorjai voltak, Rigák, Java Mustang, és mi az öcsémmel azzal kezdtünk el motorozni. Mégis Bicajon töltötte a fél életét, egészen pontosan postás biciklin, napi 10-15 kilométer tekert éveken át, pedig nem is akart postás lenni. Én a termálteljelzet dolgoztam, akkor volt olyan megszűnés alatt az egész, és akkor mondta Fater, hogy menjek el, keresnek mindig embert. Jó, elmentem, ez volt 93 őszén, 93 novembertől, és akkor utána akkor felvettek, hát persze ismerést, akkor még kicsit nehezebb volt bekerülni oda. De azért sikerült, sőt, meg is szerette, annyira, hogy 29 évig csinálta. És szíve szerint még most is csinálná. A gyomorszájas, ahogy Józsi fogalmazott, 2022 őszén jött, és ahogy komolyabb riportokban kicsit elcsépelve szokták mondani, mindent megváltoztatott. ...2022 nyáron, úgy június vége fele volt, csütörtök este lefeküdtem, péntekre fölkeltem, és elment a hangom. Nem volt hang. Olyan, mint amikor megfázik az ember, és nincs hangja. Aztán az így húzódott, szedtem rá minden vicket, vackat, aztán húzódott a dolog, nem lett jobb. A gégészeten van egy főorvos, és annak van magárendelés az adén, de utcán bejelentkeztem, adott időpontot, elmentem, megnézte, hát azt mondja, nem mozog a baloldali hangszálam, és akkor már kért egy időpontot CT-re, mert azt mondja, ez bármi is lehet, hát mondom, ez a bármi lett. Szeptember 14-én csinálták meg azt a CT-vizsgálatot, amely egyértelműen kimutatta, óriási a baj. Egy térfoglaló daganat van a baloldali tüdőlebeny felső részén, áttétek vannak a májon, nyirokcsomón, akkor még nem tudtuk, hogy bordán is van. Azonnal irány deszk és újabb vizsgálatok sora egészen januárig. Karácsony után már nagyon rosszul voltam. Hát köhögtem, vért köhögtem föl. És kevés volt a levegő. Január 25-én kezdték el a kezeléseket a deszki kórházban. Az első infúziók idejére be kellett feküdnie az osztályra megfigyelésre. Féltek a mellékhatásoktól. Gondolom, hogy megfigyeljük, hogy nem valami hatása van rám, de hát hatása volt rám, de nem az gyógyszernek, hanem ilyen pánikrohamszerű dolog jött rám, amikor bekötötték az infúziót. Nem jó érzés volt. Az olyan, hogy amúgy nyilvánul meg, hogy olyan szituációban van az ember, hogy és akkor szóval olyan érzésem van, hogy innen ki kell mennem valahova. Valami nyitott helyre, vagy valami olyan, vagy valaki, hogy beszéljen hozzám, vagy beszélgessünk valamiről. Aztán a sorozatos kemoterápiás kezelések 3 hetente. Józsi állapota egyre jobb lett, a pánik viszont maradt. Úgy oldottuk meg, hogy a párom hozott vitt kocsival, és akkor mondták a nővérek, hogy szóljak neki, üljön le oda az ágy mellé, és akkor gyakorlatilag nem az, hogy teljesen elmúlik, hanem van egy kis olyan kényelmetlen érzés az emberbe, de amíg lecsöpök az infúzió, lezajlik a dolog.
A kezelő orvosa javasolta, keressen fel egy pszichológust, aki segít feldolgozni a traumát. Így is tett, tavaly hetente, idén két hetente jár a Szentesi Rendelőintézetbe beszélgetni. Hát beszéljük mindig az elmúlt időszakot, akkor ilyen relaxáció gyakorlat van. És ezzel úgy valamennyire szóval oldódik ez a szorongásos dolog. A kezelések hatására pedig a fizikai állapota is javult. A legutóbbi CT szerint, ami itt a legnagyobb daganat, amit a baloldali tüdőfélben van, az 50 mm átmérőjű volt, és tavaly januárban a kezelések előtt 71 mm volt az axiális mérete, gondolom ez a tengelyirányú, és az augusztusban már lement 20 mm körülre, utána stagnált, és most a legutóbbi CT-n volt, ami február 22-én, és akkor az 17 mm volt már csak az axiális mérete. A többi, az áttétek nagy része az is zsugorodott, tehát a májon levő is, ott is van, ha jól tudom, kettő nyirokcsomóban is, és azok is zsugorodtak. Azzal úgy nagyjából tisztában vagyok, hogy ezek teljesen nem fognak elmúlni. A diagnózist Józsi mondta el a feleségének, ő pedig a gyerekeknek. Nagyon nehéz volt, mondja, de örül, hogy az orvosok nem köntörfalasztak. Olyan, mint egy gyomros mindig az ilyen, vagy férfiak máshogy is mondják ezt. Nem, mint egy ágyékrugás, de szerintem jobb is, mert valahogy tudja az ember egyértelműen, hogy mi a szitu. Józsi élete egy pillanat alatt változott meg, a munkáját fel kellett adnia, leszázalékolták és úgymond háztartásbeli lett. De ezt a betegségtől eltekintve nem bánja. Hasznosnak érzi magát, ő főz a családra, a munka nem hiányzik neki, a társaság viszont nagyon. A postai munka része nem hiányzik, a postára az emberek hiányoznak. Hát nem akarok azt mondani, hogy egy nap lehet, hogy 10-szer is hívtak. És akkor mindegyikük, és az is nagyon jó volt, hogy úgy hívtak, akkor beszéltem velük, volt akivel egy órát beszéltem, volt akivel egy fél órát. Tényleg onnan mindenki le a kalappal előttük. Olyan nap nem igen telik el, hogy ha föl is megyek a városba, üzletbe vagy csak úgy fölmegyek, kerülök egyet, akkor valakivel biztos mindig találkozok. És akkor nekem is jó esik az, hogy beszélgetek. A betegségben a legnehezebb, mondja Józsi, nem is a kezelések voltak, hanem a lelki teher. A kilátástalanság és a félelem attól, mi lesz velük. És persze jöttek a kérdések, miért pont én? Úgy érzem, hogy néha úgy kizsigereltem magam, nem fizikai értelemben, hanem úgy mentálisan többször. Szóval több olyan dolog volt, hogy nyomás volt, munkahelyen is rengeteg volt a dolog, és meg bár gyerekek kicsik voltak, betegek voltak, vagy valami, és akkor az is úgy fizikailag jobb, vagy mentálisan jobban igénybe vett. És erről nem vett, nem akartam tudomást venni. A legnagyobb támasza a betegségben a családja volt. Nélkülük már régen feladta volna. Hát a párom egyértelmű, hát a kezdeti időszakban akkor a fiaim, mind a kettő, tesóm, unokatesóim, hát szóval reményt. Ezen sokszor gondolkoztam egyébként, hogyha ha egyedül lettem volna, hogy ez biztos nem tudtam volna végigcsinálni fizikailag se, meg mentálisan se, hogy erre a szintre eljussak, hogy így valamennyire el tudok lenni. És hogy mit tanácsol azoknak, akik hasonló cipőben járnak? Biztos hülyeség ez, hogy ne essen össze, de össze fog esni. Kezdetben össze fog esni biztosan, de nagyon megzuhan. Hiába mondják azt, hogy nem zuhan, de ez csak azt tudja, aki benne van. Hát ha szép, ha nem szép, vannak olyan pillanatok, amikor nem szép. De ha belegondol az ember, hogy van olyan valaki, akinek sokkal rosszabb, az nem vigasztal, de ha belegondolok az, hogy ő, aki sokkal rosszabb szituban van, ő is szépnek lát a dolgokat, akkor szép, azt kell mondani, hogy igen. Az emberek nagy része akkor jön rá, amikor a nem szép oldalát mutatja az élet. És akkor nem tudja valahogy akkor tudja meg
megtanulni értékelni az apróságokat. Kedves nézőink, ezzel magazinunk és egyben adásunk végéhez is értünk. Legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket 19 órától. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de fent vagyunk a Facebookon és a YouTube-on is. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!